Ez itt a rap terápia, te show a rap terápia. Szakít a rap terápia, üvölt a rap terápia. Fülesben rap terápia, kocsiban rap terápia. Hangfalból rap terápia, most szól a rap terápia. Tudják-e a zenészek, illetve az énekes hölgy, hogy mibe másztak bele? Azért itt a hip-hop közleg, ez nem egy egyszerű brigád, tehát itt azért a popzenészek szerint sokkal inkább elfogadók egymással, mint a rapperek egymással, illetve a hip-hop arcok egymással. Hát figyelj, meg fogsz lepődni. Most a 20-ai bulinkon például elmondhatom, hogy jöttek le emberek, és belekötöttek a pimpibe zenészek, hogy ő eladta magát, stb. Tehát nekem ez tök meglepő volt, azt hittem, hogy ez csak nálunk divat. Uh-huh. És kiderült, hogy nem, csak nem tudom, hogy ő például kinek adta el magát, mert nekünk például nem. Tehát ugyanez, amit elmondtál, szerintem a rapperekről, az ugyanúgy igaz szerintem a rock közegbe is be kell vallani. Tehát, hogyha az ember egy kicsit más stílusba elkalandozik, akkor ő már is egy valami, nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy ilyen, én vagyok az antikrisztus abban a pillanatban, hogy elkezdek valami mással foglalkozni, holott igazából ugyanaz a hangszerem, ugyanazt csinálom, amiről szó van, tehát egyszerűen imádok zenélni. És hogyha ezt megfelelő közegbe csinálja az ember és élvezi, akkor szerintem pont vége is a sztorinak, akkor már azt csinálni kell és élvezni kell tovább. Igen, ahogy mondtam, Csabi, jöttek le olyan arcok, akikről hát, tudtam jól, hogy azért jönnek le, mert bele tudjanak kötni abba, amit csinál az ember, és a végén az lett belőle, hogy azt mondták, hogy ez eszméletlen jó volt. Ezt ja, hogy utána pozitívan. Igen, abszolút. Tehát kifejezetten vártam a koncert utáni beszélgetést a pultnál, és a legnagyobb meglepetésemre pont 180 fokkal máshogy sikerült, mint ahogy terveztem. Na, ez nagyon jó. Nekem mindenképpen pozitív visszajelzés volt. Tehát tényleg nagyon sokat dolgoztunk és foglalkoztunk a műsorral, és úgy gondolom, hogy aki látta, hallotta, annak nagyon tetszett. Azért velünk szemben is biztos vagyok benne, hogy nyilván nem tudott ott lenni azért az egész ország. Hogy ez a szkeptikusak ezzel a dologgal kapcsolatban, inkább várják lehet, hogy tőlem is a szólólemezt, de mondom, hogy ez sokkal erősebb lesz annál, és hogyha valaki nem csőlátásos és nem zárkozik el az új dolgoktól, annak szerintem tetszeni fog. A műsor partner oldala a közértes.hu, valamint a Hungerground magazin, hungerground.blogspot.hu.